Bátaszeg önkormányzata mindig is hangsúlyt fektetett a város járdáinak állapotára, különös tekintettel azokra, amelyek az önkormányzati intézmények megközelítését teszik lehetővé. A város most a belügyminisztérium pályázati keretéből nyert finanszírozást egy nagyobb léptékű felújítás elindítására. A városunknak a fő utcáján, a Bezeridi utcától a Kövesdi utcáig, mint egy 260 folyóméter hosszban egy teljes járdakorszerűsítést tudunk majd végrehajtani. 16,7 millió forint támogatásban részesültünk a kormánytól, melyhez egy 9 millió forintos önerőt fogunk majd biztosítani. Az útszakaszhoz utoljára a 80-as évek elején nyúltak hozzá, így mai állapotában igencsak ráfér a korszerűsítés. Mozsadik Róbert azt mondta, az idei esztendőben minden előkészítő munkát lebonyolítanak, és ha az idő is engedi, a beruházást is megkezdik. Térburkolatra cseréljük a jellegi betonos és aszfaltos burkolatot, megoldjuk a járdáról a csapadékvizelvezetését teljes hosszban, illetve az ingatlanokról levezetett csapadékot is megfelelő módon tudjuk majd elvezetni. Bátaszék polgármestere azt mondja, jelentős segítséget kaptak az országgyűlési képviselőktől a pályázat elnyeréséhez. A kiírás szerint 2021. december 31-ig kell befejezni a teljes projektet.